Az Egyesült Államok 1 milliárd 300 millió dollár új gazdasági támogatást ajánl fel Ukrajna számára, közölte az amerikai külügyminisztérium. Anthony Blinken külügyminiszter szerint az újjáépítési támogatás tartalmaz általános gazdasági segélyt, valamint segítséget az ukrán energiainfrastruktúra helyreállításához és modernizálásához. Emellett szeretné támogatni a reformok végrehajtását is. Anthony Blinken azt is elmondta, hogy az összegből 520 millió dollárt az ukrán energiahálózat újjáépítésére fordítanak majd. 660 millió dollárt az ukrán infrastruktúra újjáépítéséhez ajánlja fel Washington. 100 millió dollárt szán az Egyesült Államok az ukrán vámrendszer és egyéb hálózatok digitalizálására és az ágazatban észlelhető korrupció leküzdésére. Az amerikai külügyminisztérium szerdai közleménye szerint az ukrajnai háború tavaly február 24-i kezdete óta az Egyesült Államok összesen mintegy 63 milliárd dollárnyi segítséget ajánlott már fel Ukrajna számára katonai, gazdasági és humanitárius támogatás formájában.